Debreceni József volt politikai közíró, és volt tanár vagyok, és hogyha komolyan akarom venni ezt a dolgot, hogy melyik könyv hatott rám a legjobban, amelyik a későbbi felnőtt életemet meghatározta, akkor mint szerzőt Bibó Istvánt kell, hogy megnevezzem, és az Európai Társadalom Fejlődés Értelme című könyvét. Bibóban az a zseniális, hogy a rendkívül világos elemzés, a rendkívül szirárd erkölcsi álláspont, tartás az csodálatos egységben érvényesül, és fizikai élvezetet jelent olvasni. Ez a konkrét műve, ez tulajdonképpen arról szól, hogy a kereszténység milyen inspiráló hatással volt az európai társadalom fejlődésre, amely hatásnak a antik, görög-római, de már lebomló görög-római köztársasági vagy demokratikus hagyományokat hogyan tudta megtermékenyíteni úgy, hogy ebből létrejött az a nyugat-európai parlamentáris demokrácia vagy liberális demokrácia a hatalommegosztás intézményrendszerével, parlamentnek felelős, szabadon választott kormánnyal, külön bírói hatalommal és így tovább. És még egyszer mondom, az az izgalmas benne, én, aki hitetlen kálvinista vagyok, Bibó hívő kálvinista református volt, úgy mindenféle szenteskedés, vagy hitbéli elköteleződés, vagy hirdetés nélkül úgy vezeti le azt a folyamatot, amikor Szent Ágoston mércét állít először az uralkodók számára, és a hatalmat ettől kezdve erkölcsi normákhoz mérik, és ez lassan-lassan kifejti a hatását, és eljut végül oda a nyugati fejlődés ennek az inspirációnak hatására, hogy kialakul a hatalommegosztásnak az a rendszere, a liberális demokráciának és az alkotmányos jogállamnak az a rendszere, amely minden más berendezkedésnél sokkal-sokkal eredményesebben szorította vissza a félelmet, az elnyomást, az erőszakot. Ez a könyv, illetve hát minden más Bibó írás egy olyan szemléletet adott, úgy mutatta meg a társadalom működését, hogy ezért mondhatom ezt, hogy a liberális demokráciánál és az alkotmányos jogállamnál nincs magasabb produktuma a társadalom fejlődésnek. Egyáltalán a politikához való viszonyomat tudatosabbá tette, sikerült megérteni, hogy mi a demokrácia értelme, lényege és célja. Mindenkinek ajánlom, aki meg akarja érteni a politika működését, a demokratikus politika működését, hogy olvasson Bibót, és különösen ezt a művét, a Európai Társadalom Fejlődés Értelme címűt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Debreceni József vagyok. Voltam.